4-5 használt autóbuszt vásárol a Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat saját pénz alapjából. Ellenkező esetben szeptemberben már nem tudná megfelelő körülmények között biztosítani a közszállítást. Előregedett a Marosvásárhelyi Közszállítási Vállalat 70 autóbuszból álló gépkocsi parkja, a legfiatalabb jármű 10 éves és közel 1 millió kilométert ment. A jelenlegi állás szerint a megye központban még legalább 30-40 autóbuszra lenne szükség a kulturál tömegközlekedés biztosításához. A Marosvásárhelyi Önkormányzat idénre 3 millió lejt különített el buszvásárlásra. Készül egy közlekedési tanulmány, amely rávilágít a konkrét igényre, kis, közepes és nagyméretű autóbuszokat szükséges vásárolni. Azt is el kell dönteni, hogy új, korszerű, elektromos vagy hibrid meghajtású autóbuszokat vásárolunk, és ennek függvényében 10 és 20 autóbusz megvásárlására szükséges keretet szabtunk meg. A közszállítási vállalat vezetője szerint azonban, bár a városi költségvetésben a 3 millió lei már jóvá van hagyva autóbusz vásárlásra, ha ebből a pénzből akar költeni a vállalat, akkor a versenytárgyalás több mint 6 hónapig is elhúzódhat. Mivel sürgősen szükség van 4-5 autóbuszra, így használtat vásárol a vállalat saját bevételeiből. A tanácsosok erre rábólintottak. Az ártól függ, mi megpróbálunk minél többet venni a megfelelő összegből. A megfelelő összeg, én 30 ezerről gondolkoztam, 40-ig, most meglássuk a fél évi zárás után, hogy állunk anyagilag, mert annyit tudunk küldeni, amennyi pénzünk van. A lepedő, ami hosszú, a papra is olyan hosszú, úgyhogy bele kell férjünk. A használt autóbuszok megvásárlása kevesebb bürokráciával jár, mint a város pénzéből eszközölni befektetéseket, így ezek a járművek 1-2 hónapon belül beszerezhetőek, és szeptemberig üzembe is lehet helyezni a másodkézből megvásárolt autóbuszokat.